Sziasztok, Kocka Bence vagyok. Ez a japán harcos pedig a Boss Katana 100-as gitár erősítő. Hát, hogyha magyar termék lenne, akkor Kinizsi 100 lehetne esetleg talán. De ez egy japán fejlesztés, egy éles samurai kard, a katana. Száz watt, egy hangszórós, van belőle két hangszórós verzió is, ez az egy hangszórós. Lehet állítani a kimeneti teljesítményt, teljesen néma, fél watt, 50 watt vagy a full 100 watt megy kifelé. Master volume szabályzó van rajta, és present szabályzó is, amivel az éles magasakat, ha nem elég éles, akkor tudunk rátenni, ha elég éles, akkor meg tudunk belőle visszavenni. Na milyen a cucc? Meséljél róla a kipróbálás után. Nekem tetszik. Tök jó, hogy le lehet venni a teljesítményt, és nem csak az van, hogy ordít vagy nem ordít, hanem ki lehet egy kicsit csavarni a végét, bár mondjuk nem csöves, hanem digitális az egész cucc. De azért mégiscsak kellemesebb a... Itt igazából a csatorna hangerő meg a master hangerő arányaival lehet ugyanúgy játszogatni, mint egy... Hát majdnem, mint hogyha egy csöves lenne. Tehát, hogyha... jobban megtoljuk az elején a hangerőt, akkor kicsit olyan agresszívabban, meg élesebben támadó hangunk lesz, de hogyha kicsit visszaveszünk, akkor kicsit elpuhul valamennyire, és akkor viszont tudunk utána tekerni a master hangerővel, és akkor tök jó. Az elején tudunk erősítő modellt választani, annak tudunk gényt adni, meg csatorna hangerőt adni. Utána van egy háromsávos hangszínszabályzó részlegünk, magas, közép, mély, ugye? És utána van egy effekt szekció, ami három gomb és három potméterből áll. Az első két potméter az igazából osztott. Három effektet tudunk egyszerre használni, amiből egyik az engető, amiből három fél. Igazából mindegyik piros, sárga és zöld funkcióba tudjuk használni mind a három potmétert. Az első két potméter az fele-felébe van, tehát hogy az egyik felébe valamilyen effekt, ha tovább tekerjük, akkor másik effektet kapunk. Ez az egyedül az engetőnél nem igaz. Az engető az csak végig zengető. Katana. Kard. Japán kard. Azt a kutyafáját. Hát nem semmi. És egy csomó effekt is van benne, igazából USB-vel össze tudjuk dugni a számítógéppel. Külön le kell tölteni, de ingyenesen letölthető hozzá a szoftver, és akkor sokkal több effektet tudunk használni. Így alaphelyzetben van 12 meg a 3 zengető. Hogyha összedugjuk a géppel, akkor több mint 50-ből tudunk igazából választani, és 4 állást el tudunk menteni. Ja igen, még egy dolog, hogy kicsit meg is lehet dönteni, van az alján egy láb, a 2x12-esen két kicsi láb van, és egy picit meg lehet dönteni. Dönts már meg egy kicsit. De van egy csomó mindenféle lefűzési lehetőség, ezen van vonalkimenet is, az 50-esen nincsen. Fülhallgató kimenet, van rajta AUX bemenet, az mindegyiken van. Ugye USB-vel is ugye van kibemenésünk belőle. Meg ugye lehet onnan USB-n keresztül lehet az effekteket is állítgatni.
Van még egy nagyon jó gomb rajta, itt a négy csatorna mellett, amit elmenthetünk, az pedig azt a hangszínt adja be, ahova éppen a potméterek vannak tekerve. Úgyhogy ha választunk egy csatornát, akkor egy elmentett állást fogunk visszahívni. Ha meg megnyomjuk a plit gombot, akkor azt halljuk, ami éppen most ebben a pillanatban ki van tekerve. És tök jó ára van, azt majd megnézhetitek a honlapon. Igen, a honlapján. Meglepően jó ára van. Nagyon az 50-esnek is, meg ennek is. Meg ennek is, igen. Oké, említettük itt a jó árat, hol lehet ilyen jó áron megvásárolni? Ilyen jó áron a Hangszer Plázában, Budapesten, a Rákóczi út 30 szám alatt. A Blahától egy pár lépés gyalog. Így érdemes bemenni, érdemes meghallgatni, bár itt is halljátok ebben a videóban, de azért mindenkinek úgy a saját ízlése szerint kellene ezt betekergetni, hogy akkor úgy kitalálja, hogy neki ezt tetszik-e, vagy sem. Így van, felhasználó barát ez az erősítő. Nagyon felhasználó barát szerintem. Meg nem is nehéz igazából. Nem. Kinek ajánlod ezt az erőlködőt? Hát ez már abszolút színpadra is alkalmas. De igazából a fülhallgató kimenettel, meg hogy fél wattra is le lehet venni, így igazából ez egészen univerzális, ez akár otthonra. Ez olyan, otthon elgyakorolgatok, ha van valami, akkor meg magammal viszem, és koncertre is bőven elég. Tehát akkor mindenre gondoltak, tehát otthon is tudsz hangszíneket gyártani. Igen. És igen. Ugyanakkor meg föltekered a 100 wattos állásra, és akkor nagyot szól. Igen, az 50-es is már elég nagyot szól, a 100-as meg még nagyobbat. Szuper! Lobogott a hajunk, igaz? Hát egy kicsit igen, főleg a tiéd. Meg ha megtekertük volna, igen. Néha azért kicsit meg volt tekerve. Néha is sírtam, igen, hogy hagyjuk abba, mert nem bírom igen. Már. Jól van, oké. Tényleg, Bence? Mesélj. Voltál te katona? Nem. Én pont lemaradtam róla. Aha. Még az egészségügyi vizsgálatra el kellett venni. Júj, akkor most már mindent értek. Az nagy hiba volt. Na, hát azt hiszem mondhatjuk, hogy most már katona viselt ember lettél. Az. Sziasztok. Na, sziasztok.